Újabb 5 évre Kvanc József, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja kinevezését hivatalosan 2017. november 16-ától kapta meg újra. 2022. november 15-ig látja el a kancellári teendőket a stúdióban. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Régi pozíció, de vannak azért új feladatok. Gratulálunk a kinevezéséhez, kancellár úr. Az első 3 év, amikor a kancellári rendszert bevezették minden egyetem és minden felsőoktatási intézmény életében, arról szólt, hogy a legoptimálisabban működtessék az egyetemeket. Így a Nyíregyházi Egyetemen is voltak átalakítások, de lesznek is. Igen, akkor még Nyíregyházi főiskola volt, hiszen 2016. január 1-ével váltunk egyetemmé, kaptuk ezt a szép ajándékot, amelyhez az elkövetkező években szeretnénk felnőni, hogy egyetemi szinten, egyetemhez méltóan dolgozzunk és kutassunk, működjünk. 2014-ben egy forradalmi változás jött létre, létrejött Magyarországon a kancellária, a kancellári rendszer a felsőoktatásban. Németországban, Lengyelországban, Amerikában, Angliában ez egy bevett fordulat, bevett szokás, hogy az akadémiai részét a rektor, az összes többiért, a működését a kancellárok felelnek. Az első 3 év lezárult, az első 3 évnek a fenntartó megvonta a mérlegét. Én úgy gondoltam, hogy még egy ciklus bennem van, benyújtottam a pályázatot, és elindultam ezen, amelyben miniszterelnök úr bizalmat szavazott nekem. Az ősz elején láttuk azt, hogy más egyetemeken és nagy egyetemeken is személycsere volt a kancellári székben. Mi az elvárás ebben a tisztségben, ebben a pozícióban? Hát ez a szék, ez fogyasztja a kancellárokat. Ugye 29 kancellár van a magyar felsőoktatásban. Ebből jelenleg 19-et neveztek ki, hosszabbították meg. 5 helyen történt módosítás, változtatás. A fennmaradó helyeken pedig még folyik, hiszen most jöttek létre ilyenek, mint Állatorvostudományi Egyetem, az EGRI Egyetem az 2017-ben egy másik változáson esett át. És emiatt ott még folyamatos a kancellároknak a kinevezése. Milyenek az elvárások a kancellárokkal szembe? Próbálják transzparensen, költséghatékonyan vezetni az intézményt, segítse elő az akadémiai folyamatnak a teljesülését, de talán a legfontosabb az, hogy menedzselje az intézményt. Mennyiből gazdálkodik egy évben a Nyíregyházi Egyetem? Forrásaink az alapvetően 3 részből tevődik össze. Van egy állami rész, egy állam által adott támogatás, ez körülbelül 3 milliárd forint. Ehhez a 3 milliárd forinthoz a Nyíregyházi Egyetem hozzá tesz a saját bevételek szárnyán egy olyan 1,5-1,6 milliárd forintot, így olyan 4,5-4,6 milliárd forintról van szó, és ehhez jönnek a úgynevezett pályázati források. Ez 2017-ben eddig 2,7 milliárd forint. Nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy egy olyan 6-7 milliárd forintos költségvetéssel gazdálkodik az intézmény. Vagy hát a pályázatoktól függően ez egy picivel lehet még több is. Milyen típusú pályázatokon indult el az egyetem? A 2014-2020-as programozási időszakban már nem úgy pályázunk, mint előtte a 2007 és a 2013-as pályázatoknál. Először is van egy alapdokumentumunk, ezt intézményfejlesztési tervnek hívják. Ott meghatároztuk azokat, hogy milyen területeken akarunk majd kutatni, oktatni és az elkövetkező időszakban a tevékenységünket kifejteni, és ehhez igazodott pályázatokra kell nekünk, elnézést, így fogalmazunk, lőzni. Ezek az úgynevezett EFOP-os pályázatok voltak, jelenleg 12 EFOP-os nyert EFOP-os pályázatunk van. Ezek oktatásban, duális képzés, infrastruktúrafejlesztésben, gyakorlóiskolának a infrastruktúrális megújulásában kapunk állami, illetve Európai Uniós támogatást. A másik nagy pályázati lába GINOP-os pályázatok, és ezen belül is a kutatásfejlesztési pályázatok, ez jelenleg 2 van, egy már nyert, a másik az előkészületi szakaszban van. És vannak az úgynevezett ilyen speciális kutatói pályázatok, ezek vagy ilyen Horizont 2020-as pályázatok, vagy pedig a magyar állam által kiírt ilyen nemzeti tehetséggondozásos program, NTP-s pályázatok, amelyekben meghatározott feladatokra, például a robotfocira, a hagyományos népdalra, annak a népszerűsítésére, vagy a harmadik például a szakkollégiumoknak a népszerűsítésére pályázunk. Ezekben a pályázatokban vannak partnerek, konzorciumi partnerek is. Milyen szervezetek?
A legutolsó nyert pályázatunkban a Nyíregyháza megyei várossal, egy civil szervezettel és a Nyíregyházi Egyetem hozott el egy nagy összegű pályázatot, közel 500 millió forint összegben. Együttműködünk a Debreceni Egyetemmel és Egerrel. Együttműködünk Debreceni Egyetemmel, illetve a Miskolci Egyetemmel, és ezen kívül Törökszent Miklós, Szegeddel, Budapesttel, tehát azt kell mondanom, hogy az országnak a tiszántúli régiójával, területével dolgozunk együtt. Ezen kívül már más szervezetekkel is, kutatóhelyekkel, nagyobb vállalkozásokkal dolgozunk együtt, Primum és egy... Mit lehetne sorolni a nagyobb nagyon cégeket sokat, is. Nagyon sokat. Menjünk egy picit vissza a gazdálkodáshoz, és egy picit vissza az időben, a 2014-15-ös időszakra gondolok, amikor több felsőoktatási intézményt is jelentős tartozás adósság terhelt, és ugye a Nyíregyházi Egyetemnek is volt egy PPP konstrukciója. Már ezek az adósságok teljesen tisztázódtak, lehet ezt mondani, vagy még azért itt is van teendő? Hát azért ebben az ügyben még azért a csapataink harcban állnak, finoman fogalmazva. 2013-ban, amikor én gazdasági főigazgató lettem, 1,5 milliárd forint volt a lejárt tartozásunk, ergo a szállítói állományunk, amit ki kellett fizetni. Ez az elmúlt időszakban mi nagyon komoly restriktív politikát kezdtünk el végrehajtani. Eredménye az volt, hogy átvizsgáltuk a szerződéseinket, amik úgy volt, azokat felmondtuk, folyamatosan is felmondtunk ebben az évben is. Ezt követően a kiadásainkat is elkezdtük átfésülni, és ahol lehetett, akkor létszámleépítés, ahol lehetett, akkor új szerződéseket vagy kedvezőbb konstrukciókat harcoltunk ki. Jelenleg olyan 450 millió forint a tartozás állományunk. Ahhoz, hogy ledolgozzuk ez a közel 1,5 milliárdról az egyharmadára, vagyis kétharmadát az állam, tehát visszafizettük, ez kellett az államnak a segítsége. Kétszer is kaptunk segítséget, ezek az úgynevezett felsőoktatási struktúra átalakítási alapokból, ez az úgynevezett FSA-s pénz volt, ez körülbelül egy olyan 1 milliárd, 1,2 milliárdot kaptunk 2015-ben, és 2016-ban is még kaptunk egy kisebb összeget, az 50 millió forint volt. PPP. 2016-ban kiváltották az egyik PPP-nket, ez nem más, mint a régi tanulmányi épület volt. Most 2017 utolsó napjaiban vagyunk, vagy az utolsó egy hónapba fordultunk bele. Benn van egy pályázat, egy kiváltás vonatkozásában. Tudomásom szerint pozitív döntés van, de ennek még nem írtuk alá támogatási szerződését. A struktúraváltást említette, az a folyamat viszont nem zárult le, nem állt meg, még a 2018-19-es tanév előtt lesz egy nagyobb változás, változtatás, struktúraváltás. Mit akar ez pontosan konkrétan? Igen, tehát ugye 2014. decemberében elfogadta a kormány az úgynevezett fokozatváltás a felsőoktatásban. Ez egy nagyon komoly, előre 15 évre megmondja, hogy milyennek képzeli a magyar felsőoktatást. Az intézményeknek ennek a fokozatváltás a felsőoktatásban anyaghoz kellett leképeznie, hogy milyen legyen az intézménynek a jövőképe. Mi ebben kialakítottuk az új intézményfejlesztési tervünket. Mi azt gondoljuk, hogy a jövőben egy kisebb hallgatói létszámmal, egy kevesebb oktatói gárdával, talán egy kicsit összeszűkült infrastruktúrával fogjuk a jövőt szolgálni. Jelenleg az egyik állomás az, hogy nincsenek karok a Nyíregyházi Egyetem életébe. Ez 2020-ig így is kell, hogy maradjon, hiszen a fenntartó így döntött. 2020 után vannak elképzelések, hogy esetleg a karoknak a visszaállítását. Erre mindig próbálkozások voltak, és reméljük, hogy ez egyszer révbe is fog futni a másik. Újabb képzéseket szeretnénk elindítani. Nem akarom így nagy dobra verni, de itt van mondjuk ez a sokak által ismert táncos képzés, amit a Magyar Táncművészeti Egyetemmel hajtottuk végre. Itt van a kihelyezett ELTE-vel a gyógypedagógiai képzés, és két nagy komoly képzés is szeretnénk, a szociálpedagógia, illetve van most az új a képzésünk, amely 2017-től már elindult. Kantelár úr azt mondta, hogy kisebb hallgatói létszámot szeretnének, de ez nem a mostani létszámhoz viszonyítottan legyen kisebb, mert most pont arról beszélnek, hogy még lehetne több hallgatója is a Nyíregyházi Egyetemnek, hanem ez a korábbi évekhez viszonyítva. Igen, tehát ahhoz, hogy valaki a felsőoktatásban hallgató legyen, az éppen 18 év kell, hiszen 18 év kell a belépési küszöbhöz. Jelenleg 3600 a hallgatói létszámunk. Én azt gondolom, hogy az az álom, hogy valaha újra 10 000-es hallgatói létszám fog dübörögni az egyetem falai között, az most idilli. Ezzel nem kell számolni. De azt gondolom, hogy igen, egy 4000-4500-as hallgatói létszámot, ha el tudnánk érni, akkor ez egy jóval kisebb létszám ehhez a 10 000-hez, de ez mondjuk egy fenntartható és ez egy működtethető létszám. Tehát mi ezt szeretnénk becélozni. A munkaerőpiacnak is kellene ennyi ember.
Hűha. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm.